Üdv mindenkinek, sziasztok! Csabi Nyó vagyok, itt van velem Dávid! Hello, Ka! Andi! Sziasztok! És Bence! Hello! Egy újabb minigames játék következik, méghozzá a Copy It a Mind Budapest serveren, ami tulajdonképpen egy másolgatós játék, volt már korábban egy ilyen videó a csatornámon, nagyon szerettétek, úgyhogy most itt ezen a serveren is ezt fogjuk játszani. Na, srácok, itt vagyunk a Komiádi úszodába, ez itt maga a lobby tulajdonképpen, és itt fog középen megjelenni az építmény, amit tulajdonképpen építenünk kell, úgyhogy mindjárt meg is látjuk, hogy mi lesz az első, a legelső építmény, amit lehetőleg minél pontosabban kéne ugye lemásolni, Bence, mert ugye az... Én leszek! Bence! Ójjj, a ládaka! A ládaka, gyerekek, a ládaka! 4-5 blokk magas! Igen, 5 blokk magas, de azt is néz, hogy támasztja alatta valami. Ó, de várjál már, hát ez... És ugye számít az is, igen, de itt van elől egy nyíl, látod? Látod? Igen, itt lent. Na igen, és az az eleje. Azt mutatja, hogy e felől kell majd megépíteni. Ez a szürke üveg. Jó, hát ez jó, hogy mondod, Csabikám. Na hát látod, nem látod, nem látod. Volna. Mondjuk majdnem mindenhol ugyanúgy néz ki, csak van egy ilyen kis pikó. Igen, csak azt hittem, hogy na, hogy is volt ez na, akkor? Na, akkor oda. Hogy volt a ládoka? Ja, és várjátok, ami nagyon fontos, hogy belül üreges. Tehát a belsejét nem kell kiépíteni egyáltalán. Csak a látható részeit. Őszinte leszek, szerintem nekem ez nem fog menni. Dehogy nem, Dávid, ügyes nem vagy annyira te. Annyira nehéz, ez aranyos hát, forma. Lehet, hogy nekem ez nem fog menni. Ez ma nekem lehet nem fog összejönni. Dehogy nem. Könnyű megépíteni. Oké, eddig megy. Képzeld el, hogy egy cica, az aranyos. Azt akkor könnyű megépíteni, nem? De Csabi, 1, 2, 3, 4, 5! Várjál már, az eleje hogy volt? Nem tudom az elejét. Hú, igen. Várjál, mert az oldalát az... Ugye? Az oldalát megnéztem, de az elejét nem pontosan, és hány másodperc? Fél perc. Mindenhol meg kell nézni. Tudom, várjál, ez stimmelt. De az eleje hogy volt? Az elején volt valami... Jaj, ne, rosszul csináltam. Így volt? Várjál, nekem már kész. Az alja az hogy nézett ki? Ez nem jön ki, valahogy elrontottam. Ne. Nekem is, valahogy nem olyan, bár mondjuk... Így volt. Nem akarok titeket egyébként összezavarni, de érdemes megnézni ezt az uszodát, milyen szép dizájnt kapott itt. Egyébként körben. Igen. Jól néz ki, nagyon. Mindenki egy ilyen kis helyen épít. Én szerintem befejeztem, a tetejét nem tudom, hogy nézett. Hány pont? Mondd, hogy... Hány? 3809. Én is továbbítottam, valaki viszont kiesett akkor. 1547. Ez a hal. Hát ezt hogy építem ki? 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7 blokk magas ez a szép hal. Na várjál, igen, 7 blokk. Hát ez egy nehéz forma. Hát ez a Nemo, ez jó nehéz halacskának tűnik hát nekem. Hát ez egy nehéz forma lesz, gyerekek, az az igazság. Nem baj, igazából hibázni is kell. Ja igen, azt elmondom gyorsan, hogyha valamilyen blokkot mellé tesztek, akkor az mínuszpontnak számít. Tehát, hogyha valami blokk nem odavaló, akkor az mínuszpontként érvényesül. De jó! Úgyhogy, ja. Még igen. Rátehessük, igen. Vajon, hallod, én alját ezt... három tartotta, vajon, hogy is volt ez? Hát én ezt... Ez most... ez nagyon nehéz. Ez nehéz. Ez nehéz. Hát engem ez most meglőtt. Hát én ezt... Meglőtt? Fogalmam sincs, hogy ez hogy nézett ki. Az a vagy én a memória játékokban mindig borzasztó voltam, szóval... Ugyanez. Olyan vicces lenne látni a tiéteket, ahogy itt készülnek. Bence, nagyon... hamarosan lehetsz néző is, nézheted, ha csak ez a vágyad. A végén így összehasonlítás képén meg lehetne csinálni. Szerintem még halra sem hasonlít, tehát hogy így... Valahogy az úgy már itt az eleje hal formája, de én nem hiszem, hogy ez így nézett ki. Várjál, a tetején volt egy ilyen szerintem. És hogyha rossz helyre teszek valamit, akkor az mínusz pont. Nem, valahogy ez nem ilyen volt, vagy valahova mi kell. Megvan. Az enyém nagyon pupos. Megvan a csík. Pupos hal. Hogy de szép pupos. Gyerekek, 10 másodperc. Hát ez nem olyan lesz, mint volt. Na mindegy. Hát legalábbis... az enyém az. Nagyon csúnya szegény hal. Nagyon csúnya ér. Na nézzük. Hát, úristen, milyen duci halam lett. Hány ponton van? 3600. Jó. 3895. Hát 77%. Na jó, hát menj már, hát ez... 1, 2, 3... Nekem 72, akkor Andi, de jobban eltaláltad, mint én. És ez a dinnye, mondjuk ez a dinnye egyszerű, mert ott van... Szóval hány blokk? 1, 2, 3, 6 blokk... Nem, már Csabi, légy szíves! Ja, bocsánat, de én is számolok! Sötét zöld vagy... A fekete vagy... volt az alja, na annyit segítek, és az ugye az, kell, az megy középre. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ez volt így. Ugye?
Ilyet én még nem is éreztem, eltűnt a kép, és azonnal kitörölt az agyam. De, hogy olyan, hogy így kitörli az agyad, de nem tudom, hogy csinálja. Olyan, hogy csinálja? Hogy csinálta? Mi volt utána? A világos zöld után. Öt magas volt a dínyének a bal oldala. Hát, hogy néz ki egy dínye, Dávid? 1, 2, 3, 4 Ez... Igen. 5 magas volt, én hiszek neked, Csabi. Az oldala, a bal oldala volt 5 magas. Tehát az, igen, pont azt kellett. Mármint a világos zöld része, azt tudom. A zöld az gondolom csak így volt így oldalára téve. Azt hiszem így. És akkor ezekben még voltak magok. Igen, de hogy hol? Na jó, a magokat én sem tudom. Amúgy dinnye formája van, hogy őszinte legyek veletek. Nem már, hallod? Nagyon kevés az idő, hát ki kell tölteni pirossal a húsát. De nem jó a húsa! Legyen sok piros! Ne várjál! Tovább jutottam! 64% ezzel! Tovább jutottam én is! Én is, de ez... 35%! 64! Hát szerintem ez nagyon pengelje volt! Na gyerekek, hát ez... Ez egyszerű. Ez egyszerű, igen. Hát gyerekek... Jó, másik oldalon nincs valami. Másik oldalon nincs, ez szerencsére... Igen, mondjuk az ilyen egyszerűbb formák azért egyszerűbbek, ezt jól megmondtam. Hány magas volt? Várjál, most az is számít, hogy melyik, mert nincs közepe, akkor ez hova került a izé? Hát ja, tudom, igen, nem, nézni. Tudom. A jobb oldala van rajta az izén, ennyit segítek nektek. És gondoljatok bele, hogy ha most valaki nem tökéletesre építi meg, akkor az milyen ciki lesz? Hát... Hány blokk magas volt, srác? 10? Én nem segíthetek, sajnos. Én úgy csináltam, Dávid, hogy így felosztottam, tehát, hogy ugye alul volt 2, aztán volt egy teljesen barna rész, és aztán az... Maja, most 5 volt, vagy 6? Szerintem ez így nézett ki. Szerintem is, én megépítettem. Én 10 blokkra emlékszem, de javítsatok ki, hogyha tévednék, jó? A tetején melyik volt? Melyik volt balról? Az okkelsárga, vagy a citromsárga? Csabi, világos oldal, sötét oldal. Csak egy oldal lépett. Ja, tényleg, várjál. Akkor viszont ez így meg. Most segítettél. De nem, ezt most tényleg segítettél, akkor ide kerül a világosra. Igen, akkor mondjátok meg, hogy milyen magas volt. Azt hiszem, hogy összesen várj, én most 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 magas az egész, az összes. Akkor olyan pöpec lett, hogy ilyen pöpecet én még nem építettem. Már majd mindjárt kiderül. Remélem nem egy blokkal arrébb építettem az egészet, mert az nagyon gáz lenne. Ez elvileg 100%. Elvileg. Az 100%. Nekem nulla. Nulla? Mellé építetted? Lehet. 8 magas, 5 széles, és a közepe az maga a rúd. Aha, viszont... De hallod, ha milyen már a vége? Ez ilyen T-betű, de... Oké, a hátulját azt már megoldom. Na, nem törli. Hátulját majd megoldom. 2, 3, 4... Ja, várj, akkor ez... Na, várjál meg. 8, ez nem értem a földig, ugye? Nem. De és honnan kezdődött? A maga tartorúd volt középen, Dávid. Andi, te mit keresel itt az én építőhelyemen amúgy? Nézelődik. Csak nézelődök, mert kiestem. Ja, kiestél. Jaj, szegény. Szegény, Andi. Építek, azt egyszer csak jobbra, hogy Andi! Hát te mit keresel itt? Megvan. Ez így volt ez? Ez elvileg így volt? Szerintem ez jó. És Theodis bólogat, hogy jól építettem meg. Hát milyen segítőkész ember kell. Andi, szerinted jó ez itt? Jaj, hello. De jó, mert jól építettem meg, szerinted? Bólogás. De tényleg nem hal. Mindegy. De nagyon remélem. Amúgy ugye 5 blokk széles volt, és 8 blokk magas. 5 blokk széles, nem, 9 blokk magas volt összesen. Nem. De, figyelj nem, csak meg. De, figyelj csak meg. És... Mi? Miért csak 96? Valamit rosszul csináltam. Lehet, hogy nem annyira volt magas, Csabikám. 1, 2, 3, 4, 5, jó, mind a... Jó. Megjegyzem az üveg felét, érted? Nem merem tovább, hát elfelejtem. Az a baj, hogy a... Igen. Kész, vége. Azt tudom, hogy tartó után 5 blokk az alja. Biztos, hogy lennének videósok, hogy nekem mennyire jól menne ez a másolós játék. Hát... De amúgy... Jaj. 1, 2, 3, 4, 5, jó. Azt hiszem ez ennyi volt. Jaj, Bence. Csak hogy volt a dugóra? Dugó! Ez így Ezt nem volt. Tudom, hogy volt benne a másik repedés? Te megjegyezted a dugóját? Hát én addig nem jutottam el. Hát ez az. És tényleg nem is akartam nézni, mi van ott fentebb, mert már... Én is, mert addig biztos elfelejtem. Csabi, egy körtét épít.
Milyen körte? Andi! Te... Ez egy körte. Mi, te itt vagy? Ott vagy. És engem néz, Andi, figyeled? Igen. Hát én ezzel a dugóval minusz pontok, vagyok. Tudod, azért, hogyha rosszul rakod a törést az üvegben. Tudom. Mi ez? Már is lejárt. Hova kell tenni a izét? Hogy kell? Aj, nem tudom. Nem jó, nem jön nem jó. Ki sehogy az üvegen. Nekem se jött ki. Hány ponton van? 90%. 90%. 4500. 3. Dávid, jó, kicsit, vagy miért? Jaj, elrontottam. Jó nagy alma. Ez tök egyszerű. Van benne jaj, valami? Jaj, jaj, persze, most már megkapják a könnyűket, most hogy kiestem. És ott van a zöld. Aha, gyors ezt ide le. És már sötét csak ketten zöld vagytok? Volt. Na nézzük a kis Bencét, vajon hogy jegyezte meg? Ez az én Csabi görög? Szerintem nyálókát csinál. Nyálókát! Valahogy így volt. Ez ilyen kínai dinnye, csak héja van. Jaj, Bence, milyen szép nagy görög dinnyéd van. De megirigyelem ezt a dinnyét. Amúgy ez egész jól néz ki, Bence, a tiéd. Szerintem tudom. Ez már... Ez jó lesz. Olyan memóriád van, Bencém, hogy fú... Ez így nem jó. Nem jó. Nem jó, ki fog esni így. Belseje nem kell neki. Biztos, Csabi, hát a tiéd az nagyon... Hát az kicsit magasabb volt, nem? Én nem... Magasabb volt? De nem mondom... Nem már. Én előbb megnéztem... Nem már! Hát nem már. Csabi, a tiéd, ez inkább nem szólok hozzá, mert... Hagyjál! Ez már olyan dinnye, amit megkezdtek. Lékelt dinnye. Ezt már csak le kell gyűrni, Csabi, ezt már. Á, nem jó! Fogadd el! Vesztettél 39%. Ah, vesztettél! Galád módon odaírta. Vesztettél! De még az is csoda, hogy egyáltalán 39% lett. Amúgy igen. Ám még mielőtt tovább mennénk az újabb másolgatós játékra, szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy mint korábban, most is részt vehettek a projektben, mint építők. Mivel az idén a sport kapott fontos szerepet a projektben, ezért három olyan épületet építhettek meg, amelynek kifejezetten örülnénk, ezek pedig a Szécsi Tamás sportuszoda, a Margit-szigeti street workout pálya, illetve a Császár Komjádi Béla fedett uszoda épülete. Nyilván, ha valami más szeretnétek megépíteni, ami mondjuk közelebb áll a szívetekhez Budapesten, azt is megtehetitek, és nagyon fontos, hogy egy az egy arányjal kell megépíteni őket, hiszen csak így tudjuk felhasználni. Ezúttal egyébként csapatban is kreatívkodhattok, szóval hívd el a barátaidat is, és építsetek akár együtt. Ha szeretnél részt venni Budapest felépítésében, akkor a mindbudapest.hu oldalon kell regisztrálnod, ahol egyébként további fontos információkat találhatsz ezzel kapcsolatban. Ha komolyan érdekel a dolog, mindenképpen nézd meg itt az építés szabályait és egyéb infókat. Az alkotásokat szeptember 1-ig lehet beküldeni, és a legjobb építmények építői ajándékcsomagokat és új meglepetéseket nyerhetnek. Ne felejtsd el lenyitni és elolvasni a leírást, ahol még több és pontosabb információt találsz. Most pedig folytassuk tovább a játékot. 10 másodperc, gyerekek. Valami jó építményt adjon, már ne ilyen halakat, mert az nem jó. Ugye még nem kell nézni. Jó van. Most kell nézni, figyelj. Figyelj, most nézzél, de nagyon nézzél. Állok és nézhetsz. És itt megint a dínye! A dínyét nem szeretem. Na vagy, milyen magas ez? Most jól megnézem. Hú, hát én ezt úgy el fogom rontani, ahogy lehet. Én is. Már most. Már most na nem szóval. Tudom. Én már most. Én most rájöttem a trükkére, rájöttem az építési trükkére egyébként. Tehát, hogy milyen rétegekből épül föl, én most milyen úgy néztem. Milyen magas volt? Milyen öt. Magas volt? Öt. Összesen öt. De nem, az külseje. Az külseje. Nem már. De nem már. A dinnyének. Három, ugye? Az külseje. Jaj, nagyon jó! Úristen, hát összeáll a kép itt jó magam előtt. Hát szabályosan mondom, 40 másodperc alatt itt olyan dinnyét varázsolok nektek, hogy könnyetek kicsordul a helyéről. Ez kész. Legalábbis nagyon remélem. Nagyon beleéled magad a mai napon úgy mindenbe. Na, gyerekek! Fú, én szerintem én 100%-ra építettem, de nem akarok felvágni, lehet, hogy csak 95. Hát, mennyi? 2%? Tessék! 2%? Én rosszabbra építettem, mint először. Hogy lehet? 132/5000, gyerekek, ez milyen? Micsoda? De mit? Akkor lehet, hogy mégsem volt üreges ez a dinnye? Én nem tudom. Te kiestél, Csabi? Hát meg sem értem. Én kiestem volna? Nagyon szomorú lettem. Na jó, nézzük akkor Dávidot, gyerekek. Hát akkor lesz egy ilyen is a videóban, hogy Dávid épít, meg a többiek. Csabi, jó, mondjuk... már nekem, hogy hány magas fut ez a fákja? Nem egy, én. 1, 2, 3, 4, nem, mert kinevettél. Nem mondok semmit.
Nekem 8. ez a múltkor nullára sikerült, úgyhogy most nagyon kíváncsi vagyok. Andi, ez jó! Ez így, így jó. Igen? Ez 100% szerintem igen. Szóval szerinted ez így jó, Csabi? Megvan. Igen, igen, igen. Csabi, igen. Lecsekkolnád az enyémet is, kérlek, valahogy? Dávid elrontottad. Hát feje lefele kellett volna. Jaj már, most tényleg... Nem, jó, most jó, jó. Megijedtem. Jó, most... jó, jó. Megijesztettél! Dávid, nulla! Nulla! Micsoda? Hát te hogy? De hát azt építettem, mit rontottam? Ez mi? Drágám, ez egy nulla. De hol? Dávid, tudod, mi volt a baj? Rossz helyen kezdted. Rossz helyre volt a közepétől. De nem, megnéztem a közepét, tehát hogy a közepén indul a barna, vagy mi az. Hát én nem tudom, Dávid, de a program az nem hazudik. Ez lehetetlen, hogy ez nulla A legyen. Program nem hazudik, kiestél, fogad ezt el, együtt nézzük majd a többieket. Hát ez most nagyon fáj nekem. Szegény. Na nézzük Andi tökét. Andi, milyen szép tököd van. Hát ez... Megnézem Bencéjét is. Hát jaj, de ez... jó kis... Ötletesen kezdi ez a Bence gyerek. Nézzük gyorsan Bencét. Alulra építi, ez olyan, mint valami gyertya. Igen, mert Bence megfigyelte a szerkezetét. Nagyon jó, Bence töke szép. Akkor most nézzük meg Szikszainak a művét. Köszönöm szépen, kompliment. Na, ő is hasonló módszerrel építi, mint te. Na, Dávid, te ezzel hogy boldogultál volna ezzel a tökkel, ha most nem esel ki? Hát figyelj, hogyha a fátya 0%-ra sikerült, akkor hármat tippelhetsz. Andi, te most esernyőt csinálsz? Andi, én nem tudom! Milyen picike kis tököcske lett ez? Hát ez sokkal nem nagyobb szereted ezeket a tököket, Andi? Nem, sokkal nagyobb! Bence, hát... Pixelnek nagyon nem úgy néz ki a töke. Na nézzük a százalékokat! És a százalékok... 18 százalék! 18! Tessék, töltsér! Na tessék, töltsér! Na. Ja, már van következő, várjál! 2%, 2%-ért fel kell is ezt szabad. Fú, gyerekek, ez nektek nagyon nehéz lesz. Nem is baj, hogy csak nézelődök, megmondom őszintén. De amúgy ennek is, hogyha tudod az egyik oldalát, akkor mindegyik oldalát tudod, nem? Tehát, hát végül is igen. De ennek viszont ugye üreges a belseje. A belseje is nehéz. Igen, igen. Szép, igen. Szép üreges kis váza ez. Hagyj nézzem csak meg, Andi. Azt a szép plusz jelet kezd szépíteni. De Szikszai csal! Hát ő úgy tudja, nézzétek meg, ő úgy tudja. Na nézzük Bence, gyorsan. Jaj, Bence, hát ez nagyon el van rontva. Andi, sokkal szebb, hogy őszinte legyek. Ki van még itt? Enderboy. Na, Enderboyt nézzük meg. Jaj, de szép. Az nem egész jó, hallod? Ez... Ja. Ez kicsit úgy néz jó. Ki azért, nem Csabi? Enderboy eddig teljesen ugyanaz. Miért mondtok ilyet, hogy elrontottam? Andi, a tiéd tudom, alacsony. Alacsony. Egyen magas. Megverem. Nem szabad rossz helyre tenni! Mit csinálom? Ez mi? Rosszabb, Bence, mi ez? Nem szabad rossz helyre tenni! De nem miről beszéltek? Én ezt így láttam! De ez nagyon nem jó! Rossz, nagyon széles ez már! Andi, nagyon széles! Dehogy széles! Ne. Hát gyerekek... 41%! Andi, teljesen jó! Itt a táblát! Na, itt a tábla! Nézzük a táblát! Ezt szeretjük! Hát ez tényleg egyszerű! Egy töltséhez képest. Segítek, mondok számokat neked random. 6. 8. 6. De gonosz vagy. De gonosz vagy. Nagyon gonosz vagy, Dávid. Ez amúgy tök egyszerű, mert kattintok ezzel, és nézem Andit. Na nézzük. Ó, Szikszai, ide belelendült a béka fejével, te. Én most Andit nézem egyelőre. Andi, szép a T-betűd. De Bence kiesett. Kiestem, de nem értem, mert a hopperem tökéletes volt. Nem jaj, volt, nagyon nem. Csúnya volt. Nem, Bence, majd meglátod, de nagyon nem Istenem, volt az. Istenem, de nagyon csúnya volt. Bence, jól, de csúnya volt. Andi, milyen szép táblát csinál, van neki szép szeme. Üljünk ide és szurkoljunk, hajrá, Andi. Andi, szerintem a tábla nem így nézett. És kész, Szikszai végzett. Nem így. Hát ez nem így volt, Andi. Hét blokk magas? Andi, 7 blokk magas? Igen. Lehet, hogy 8. 3, 4, 5, Adri, még 6, volt 7. benne több fekete, annyit segítettem. És lebont egy a tetejém, és minden borult. Volt még benne sötétebb. Andi, minden borult. Azaz. Amúgy azaz. Jó, ott van. Jó lett. Nem. Nem. Szerintem nem jó, Andi. Az a jobb oldali minta, az ilyen volt? Igen. Nem. Enderboy is most fejezik be. Nem. Nem. Nem ilyen volt. Nem ilyen volt. Másfele hajlott. De ne roncsak meg, ne Andi, ne hallgass nem, rá! Úgy nem jó! Nem jó! De nem értitek, nem így volt. Csabi, ne zavarj össze, de így volt. Nézzük. De így volt. Nem. Ne. Nézzük, kinek lett igaza.
És ott van... 94%. Igen, ezt mondom, igen, Szikszai építette meg. És ki esett ki? Én. Helyes. Szikszai nyert. Ugyanannyira csináltuk Enderboy-ja. Na srácok, ennyi volt a mostani kis videó, a kis másolgatós videó, minden információt a Mind Budapest Project-tel kapcsolatban megtaláltok a videó leírásába. Andi, Bence és Zsédav csatornáját szintén megtaláljátok, majd nézzetek be hozzájuk is. Köszönjük szépen a figyelmeteket, sziasztok! 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 Hello! Vigyázzatok magatokra!